Berta József névjegyén 8 foglalkozás szerepel, valószínűleg csak a helyhiány miatt nem több. A kézműves tanár Székesfehérváron él barátai, szülei és saját alkotásai között. Fafaragásai, fazekas és bőrmunkái a népművészet szeretetéről és tiszteletéről tanúskodnak. A népművészet, én úgy érzem, hogy nem arról szól, hogy most fát faragok. Ez egy népnek, a magyar népnek a kultúrája. Ez nem lehet kiragadni egy szeletet belőle, én úgy gondolom, mert én ahogy először a faragással kezdtem, és már nagyon csak a fába gondolkodtam, nem is tudtam másképp kifejezni magam, csak a fafaragásba és a fába faragott motivumokba, és akkor úgy alakult a dolog, hogy meg kellett tanulni nemezelni, mert rájöttem, hogy az is hozzátartozik a népművészethez. Aztán végülis a kerámia az utolsó volt, de a bőrözés és a kosárfonás is. És valahogy akkor úgy kinyílott az egész dolog. Az embernek más a szemlélete abban a pillanatban, hogy más dolgokba is belekóstol. És lehet, hogy nem fog mindent magas szinten művelni, de én úgy érzem, hogy rá kell érezni a népművészetnek az ízére. És ez egy nagyon fontos, mert akkor látja az ember összességében, hogy miről is van szó. És hogyan sajátítottál ezeket? Hogyan jutottál egy olyan szintre, hogy ezt már később oktatni tudja táborokba? Először is én a faragással kezdtem valóban. Először magamtól faragtam egy-két dolgot, mert láttam a környezetemben, és megpróbálgattam. Most azokat lehet, hogy nem nagyon mutogatom esetleg az első darabjaimat. És akkor 1984-ben Fehérváron a Vojtko Istvánné, aki akkor a Fehér megyei Népművészeti Egyesületnek az elnöke volt, ő szervezett egy fafaragó tanfolyamot, 2 éves tanfolyamot, ahol az ország legjobb fafaragói voltak itt oktatónak. Tehát én úgy gondolom, hogy az egy akkora élményt jelentett, hogy a Csékis Ernő, a Szondi Sanyi, a Csepeli Pista, akik abban az időben, meg szerintem most is az ország legjobb fafaragói bizonyos területen. Tehát például az Ernőtől főleg a ékrovásos faragást, illetve a nagyobb dolgokat, ilyen kapufaragást, játszótér készítést, ezeket tanultuk meg. Akkor a Csepeli Pista, aki az országban szerintem a legmagasabb szinten műveli a spanyolozás technikáját, őt ele azt tanultuk meg. Szondi Pista, vagy Szondi Sanyi a hangszerkészítésben, és ez szerintem a többiek részére is, akikkel együtt, 11-en voltunk akkor, akik kezdtünk először, és szerintem őnekik is ez egy nagy élmény volt, és meghatározó dolog az életében, én úgy gondolom. Gondolom már nemezeléssel lehet minden utcasarkon megtanulni. Így van. De hát most már azért könnyebb valamivel. Annak idején, amikor én tanultam, akkor egyedül a Kecskeméten a Vidák István és a Nagy Mari vezetésével pár ember művelte ezt az ősi technikát, ami végül is a magyarságnak egy nagyon régi technikája, ez a nemezkészítés, és végülis ők, Vidák Istvánék hozták újra, hogy úgy mondjam, divatba ezt a nemezkészítést, és annyira ez a divat szó, ez azért találó én szerintem, mert
mert most nagyon elterjedt az országba. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon jó úton halad ez a nemeszkészítés ügye, mert egyre többen csinálják, és iskolákban, óvodákban is csinálják gyerekekkel. Tehát már a fiatal korban a gyerekek megtanulhatják ezt a nagyon érdekes és nagyon, nagyon szép munkát. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nagy dolog az, hogy az Istvánék akkor elkezdték a 80-as évek elején. Miért tartja fontosnak, miért fontos az, hogy a mai fiatalok megtanulják ezt a technikát? Hát, mert ez egy csoda. Szóval én a mai napig pedig most már azért nagyon sok más a gyapjút megnemezeltem, és a mai napig, amikor elkészül egy munka, az egy csoda. Az egy csoda, hogy apró kis szőrökből egy kalapot, egy szőnyeget, egy sátrat el lehet készíteni. Szóval szerintem ez egy fantasztikus dolog. Miben különböznek ezek a tarisznyák, szőnyegek a hagyományos szőnyegektől? Az elkészítési módjuk miben más? Hát a technika mindenképp más. Tehát ez tulajdonképpen egy szappanos, vizes gyúrás révén készül el. Tehát a szőttes szőnyegek általában egy szövött technikával, illetve a gyári szőnyegek egy gépi technikával készülnek, tehát ez teljesen más. Itt tulajdonképpen abból áll a dolog, hogy ezek az apró kis szőrszálak a gyúrás hatására összecsomósodnak. Az oktatásokat újabb tanfolyamok követték. Kató Balázs és Füzesi Zsuzsa tanítványaként lassanként a fazekasság is nagy szenvedélyé vált. Aztán Horváth László, a mohácsi fazekasság nagymestere, végleg megpecsételte Berta József sorsát. A mohácsi motivumrendszer ma is a legkedvesebb mind közül számára. Próbálom az összes tájegységnek a kerámiáját, és ez nem csak a mostani Magyarország területére, hanem a történelmi Magyarország területére tartozó kerámiákat készíteni. Végülis azért, mert rá vagyok kényszerülve. Tanítom a gyerekeknek, minden tájegységet meg kell tanítani, tehát így valamilyen szinten rákényszerülök arra, hogy ismerjem nagyjából az összes tájegységet. A mesterségek elsajátítása után nyáronként kézműves táborokban próbálták megszerettetni a fiatalokkal a népművészetet. Berta József elsősorban fafaragást, kerámiát, kosárfonást és bőrözést oktatott a táborozóknak. Amióta oktatom ezt a kézművességet, az 1993-tól volt, amikor mi egyik táncos barátommal, Gula Mikivel szerveztünk nyári táborokat, kézműves néptáncos táborokat, és nagyon nagy sikerük volt. Szülők részéről és a gyerekek részéről is nagyon jó visszhang volt, és újságban is egy-két cikk megjelent róla, ami szintén nagyon jó dolgokat írtak a táborról, és akkor megkeresett engem egy igazgatónő, hogy ő nagyon szeretné, hogy ott tanítsak az iskolába, mert hogy olyan tanárra lenne szükségük, aki ért a gyerekek nyelvén, és szeretik a gyerekek. És hát végül is így kezdődött. Akkor azt mondtam, hogy jó, hát próbáljuk meg. 10 év leforgása alatt a tanítás Berta József életében az első helyre került. Jelenleg a Sárbíz Művészeti Alapiskola vezetője. Ő az a tanár, aki nem csak beszél oktatott tárgyairól, de szívesen együtt is dolgozik a fiatalokkal. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember benne éljen tulajdonképpen abban a dologban, amit tanít, mert máskülönben nincs alapja. Tehát valamilyen szinten én úgy érzem, hogy nagyon, nagyon kell tudnia elméletbe akkor a dolgokat az embernek ahhoz, hogy
úgy tudja elmagyarázni a gyerekeknek, vagy megtanítani, hogy érezni lehessen, hogy a valóság ott van mögötte. Az iskola vezetése mellett Berta József aktívan részt vesz az abai hétköznapok és ünnepek megszervezésében is. Azt szeretnék elérni, hogy a település visszanyerje régi arculatát. Abán szeretnénk egy skanzent építeni. A területet már a polgármester úr biztosította nekünk, és tulajdonképpen ez ahhoz kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy az elmélet és a gyakorlat, hogy kapcsolódhat össze. Ezt a skanzent abai házakból szeretnénk felépíteni, régi abai házakból. Nagyon szép házak voltak Abán régen, amit már vagy összedőltek és csak fényképek vannak róla, vagy már nem nagyon lehet megmenteni, de még leméretezni, lefényképezni még lehet, és ezeket szeretnénk felújítani. Ez sok ház lenne, minimum 30, de lehet, hogy 50. Tehát ez attól függ, hogy tényleg milyen kapacitással tudjuk ezt, meg milyen meddig tart a lendületünk, remélem, hogy sokáig. És ezekben a házakban egy élő dolgot szeretnénk létrehozni, kiállítást is régi anyagokból. Abán is vannak elég komoly összegyűjtött anyagok, a Pátriakör, illetve a honismereti szakkör elég komoly gyűjtőmunkát végez, illetve nekem is van elég sok gyűjtött anyagom, mert rengeteget jártam Erdélyben, Felvidéken, Őrségbe és Fejér megyében is, és ebből elég komoly anyagom van, egy fazekas műhely berendezése, egy bognár műhely berendezése, és egy szövőműhely berendezése is megvan, ez itt van a padláson most egyenlőre, és úgy szeretnénk, hogy régi tárgyakkal berendezni ezeket a házakat, és műhelyeket. Tehát egy fazekas ház, abban egy fazekas műhely a másik részében, ahol népművész dolgozna, és a gyerekek mehetnének oda, a tanulóink mehetnének oda rendszeresen megnézni ezeket a munkákat, illetve kipróbálni, de nem csak a tanulóink, hanem máshonnan is minden érdeklődő. Berta József alkotásait sokáig nem csodálhatta meg a közönség. Az elmúlt hónapokban azonban közös tálatokon mutatta be munkáit, most pedig egy egyéni kiállításra készülődik. Jó 10 éven keresztül én úgy döntöttem, hogy nem szeretnék kiállítani. Ennek voltak okai, egy-két zsűrizéssel nem nagyon értettem egyet, és meg úgy gondoltam, hogy egy kicsit át is kell gondolnom a dolgaimat. Úgy éreztem, hogy fordultak a dolgaim, amiatt is gondolom, hogy tanítok, mert egy kicsit más szemléletben nézem emiatt már a munkákat is. És úgy gondoltam, hogy meg kell érnie ennek a dolognak arra, hogy újra kiállításom legyen. Most tavaly előtt felkért engem a Bogárdi Ernő, hogy most már olyan régóta ismerjük egymást, és én még önálluk nem állítottam ki soha, hogy csináljunk egy kiállítást. Na most, hát tavaly volt egy műtétem, és amiatt ez elmaradt, de készülök erre a kiállításra.